A legjobb árakért és kedvezményekért látogassatok el az Eneba oldalára, a linkeket pedig, mint mindig, most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban! Folytatódik a Business Hónap, méghozzá nem is akár hogyan, ugyanis biker szorzókat kaptunk a héten, de ez még közel sem minden, hiszen most ünnepeljük a 420-at, vagyis a fűvilág napját, illetve a földvilág napját is, de mutatom is, hogy mi mindent kaptunk még ezeken kívül, ezen a héten. A jelenlegi hét április 18-ától április 25-ig fog tartani. Hosszú idő után, szerintem most már hosszú-hosszú hetek óta nem volt ilyen, de végre kaptunk bejelentkezési bónuszokat, úgyhogy mindenki, aki belép a játékba ezen a héten, annak a játék egyrészt feltölti az összes snackjét, illetve megkapja ajándékba a zöld 420 dresst, kizárólag női karakterre, illetve a Coil földnapja pólót, és azok, akik sikeresen teljesítenek egy biker business eladást, ők megkapják ajándékba a White High Breast felsőt, akik pedig egy short trip küldetést tudnak teljesíteni, ők ugyanennek a pólónak a fekete színű verzióját. A pódiumra ezen a héten a Coquette D10 került fel, aminek az eredeti ára 1.510.000 dollár, ez az autó még a Summer Special frissítéssel került be a játékba, most viszont egy hétig lehetőségünk lesz ingyenesen kipörgetni, amihez sok sikert kívánok mindenkinek. A Price Ride jármű a GB700W, aminek a megszerzéséhez az első 4 helyen kell végeznetek, bármelyik Los Santos Carmis versenyen, 4 napig zsinórban, úgyhogy sok sikert ehhez is. Ami az akciókat illeti, 40%-os akcióban érvényben az Omnis EGT és a Raiden járműveken, 30%-kal olcsóbb az összes Biker Clubhouse, illetve a hozzátartozó mindenféle fejlesztés is, és szintén ennyivel olcsóbb az összes motoros biznisz is, kivétel nélkül mindegyik, úgyhogy ezekre érdemes lehet lecsapni, főleg akkor, ha valamelyik még nincsen meg. 30%-os leárazás van továbbá a Cyclone 2-n, az E-Wagen-en, a Chimera-n, a Lacourse-on, a Zombie Chopper-en, és végül, de nem utolsó sorban, a Power Surge-en is. Nézzük is a pénzszerzési lehetőségeket, kezdjük a Salvage Yard Rubberick-kel, a Camacho 255 ezret ér, és a Dagan Rubberick tartozik hozzá, a Cypher 344 ezret és a Gangbanger Rubbery, a Grotti Fúria pedig 386 ezret ér, és a McTony Rubberyvel tudjátok ellopni. Aztán folytatva a pénzszerzési lehetőségek sorát, kétszeres dollár és RP szorzó van az Overtime Ramble Adversary módon. Az összes Lemar kontakt küldetésen, az RP ráadásul négyszeresen fizet ezeknél a küldiknél. Szintén kétszeres szorzót kaptak a Short Trips küldetések, valamint a street dealereknek való weed eladás is, ez kizárólag a fűre vonatkozik. A dupla szorzós az összes motoros work, motoros challenge és clubhouse kontrakt is, a biker bar resupply küldetések, és nem maradhat ki a sorból természetesen a biker business eladás sem, úgyhogy ezen is kétszeres szorzó van a héten. Egyébként, hogyha ezen a héten eladtok bármelyik motoros bizniszetekből legalább 100.000 dollár értékben, akkor kapni fogtok egy egyszeri 100.000 dolláros bónuszt, illetve a képen látható 420-as sapkát is. És ne feledkezzünk meg a time trialokról sem, a Land Vehicle-os a Casino, az RC Banditos a Cypress Flats, a Junkin' Edge is pedig a Mirror Park, és tulajdonképpen ennyi lett volna ez a mostani hét, én azt gondolom, hogy lesz mivel foglalkozni, úgyhogy jó játékot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, legközelebb találkozunk, én Dani voltam, sziasztok!